A szombathelyieknek volt fontosabb a győzelem, hiszen az utóbbi hetekben nyújtott remek teljesítményükkel harcban állnak tehát a dobogóért és az európai kupa indulásért, így a vendégek számára volt nagyobb tétje a tegnapi összecsapásnak. Amíg Mészöly Géza nem változtatott az előzetesen megadott összeállításon, addig a paksiaknál sorra sérültek le a kapusok, Székely és Molnár is, így a Király Gábornál is két hónappal idősebb 40 éves Csernyánszky Norbertet nevezték a meccsre. 800 néző Pakson, fehérben a hazai csapat, zöldben a vendég haladás, Bertus a harmadik percben lő, Király széttárja a karját, ebből is látszik, hogy ebben a lövésben nem volt különösebb veszély. A paksiak stabil tagjai a középmezőnynek, számukra különösebb tétje nem volt már ennek a meccsnek, az utolsónak, amit ebben a stadionban rendeznek az ATP-tés előtt. Aztán a 26. percben Szakály szabadrúgása után Szabó belecsúsztat a labdába, és Gévaik közelről befejeli a bal alsó sarokba. Vezetnek a hazaiak. A haladás még az Európa Ligában való indulásért harcol, a negyedik helyezt érné, ehhez azonban Pakson is győznie kellene a szombathelyi csapatnak. 26 perc után nem így állnak a dolgok. Az első fél idő utolsó pillanataiban Németh Mário Halmosi mellé leveszi a labdát, jobban a középre, és Rodenbücher ment Gál Bálint elől. Ez nagyon nagy helyzet lett volna, ezzel vége is az első játékrésznek. 1-0-ás hazai vezetéssel mentek pihenni a csapatok. 47. perc, erről sokat vitatkoztak a lefújás után, ott tapossa meg Gévai Williamst, ő visszarúg. A bíró odahívja a két játékost, közben a földön van már Gévai, két kézzel lökte el az ausztrál válogatott Williams. Nyugodtan meghapatná a pirosat mind a két játékos, Gévai a taposásért, Williams ezért a lökésért. Karakó játékvezető azonban úgy dönt, hogy itt elég lesz két sárga. Egyébként ebből összesen 10-et osztott ki a meccsen a játékvezető, és voltak pirosak is, majd mindjárt látjuk őket. Itt közben Németh Mário, a 40 éves Csernyánszky, aki Molnár és Székely sérülése miatt került a kapuba, szépen véd. Támad a Paks, ez a másik, ami miatt Csertői vezetőedző kicsit ideges volt a lefújás után, Hánz slalomozza át magát a haladás játékosokon. Többen nem érnek oda, majd a lassításból látszik, hogy Jánvári az, a kép bal oldalán, aki megpróbálja elrúgni a labdát, luftot rúg, viszont talán hozzáér Hánhoz, mielőtt Schimmer felszabadít. A játékvezető nem adott 11-est. Bezeg a túloldalon Gál Bálint megkerüli Gévait, ez teljesen jogos sárga lap, nyújtott karral arcba vágta Gévai Gált. És miután sárgája már ugye volt ott a taposásos, lögdösődős Williams féle jelenet után, a szombathelyek szó szerint kidumálják Karakó bíróból a második sárgát, lehet, hogy egyébként is persze adott volna, és Gévai mehet zuhanyozni. Ember hátrányban tehát a hazai csapat, igaz, még mindig nála van az előny. Aztán a 73. percben Schimmer jobb oldalról, középen érkezik Thomas Wills, és már is 1-1. A haladás légiósa vasárnap ünnepli 26. születésnapját, az ő góljával egyenlített a 73. percben a szombathelyi csapat. Csernyánszky erről nem tehetett, közelről is pontosan érkezett a meglehetősen jól helyezett erős lövés. Ezzel együtt ettől nem a haladás nyugodott meg. Támadásban a Paks, Hán teker, Király fel sem teszi a kezét, ennél azért veszélyesebb volt, még ha el is került a 75. percben ez a lövés a kaput. Bezzeg a 77. percben, Bertus szabadrúgása lejön. Itt úgy tűnik, hogy elmúlt a veszély, de lesről nem lehet szó, Kecskés labdájából Szabó centerez, és Halmosival a hátán Pap Kristóf hanyattesve bekotorja a labdát a haladás kapujának bal alsó sarkába. 10 emberrel is vezetnek a hazaiak. Ismét. Lesről nem lehet szó, Szabó nagyon jó ütemben indul, és nagyon szépen csinálja Pap Kristóf. 1-2-1 a Paksnak. Éledeznek a hazai remények. Túl sokáig azért nem éledeznek. Ismét a haladás van támadásban. Bosnyák a bal oldalon. Nagyon szépen teszi középre a labdát. De nem Jánvári, hanem Rodenbücher az. Tehát egy védő, akinek a lábáról a léc alá vágódik a labda. Öngóllal egyenlít a haladás. Ez nem volna semmit Bosnyák Predrag érdemeiből, ő nagyon szépen adta be. Jánvárit megelőzte Rodenbücher a Paks vesztére. 2-2 és még valamivel több mint 10 perc hátra volt a mérkőzésből. Aztán a 92. percben megrántja Medgyest, gólhelyzetben kitörő kilépő Medgyest Szabó János. Ezért egyből piros lap jár, Szabónak egyébként már sárgája is volt, de hát ezen a mérkőzésen kinek nem. Szabadrugás, és Gál kíméletlenül bevágja a kapu bal oldalába. A 93. percben ezzel a góllal vezet, és ehhez már nem kell nagy képzelőtehetség, meg is nyeri a mérkőzést a haladás. Ezzel a Fradi mellett egyedüliként pozitív az idegenbeli mérlege.
Nyilván ennek is köszönhető, hogy egy fordulóra a vége előtt, amelyben egyébként Haladás Ferencváros mérkőzést rendeznek, még akár odaérhet az Európa Ligát jelentő harmadik vagy negyedik helyre a csapat. Paks Haladás 2-3.